A Lecsere program második fordulóját a Szájeb Energiamegoldások Kft. Bonyolította le. A lakosság részére történő kiosztást az önkormányzatok vállalták. Székesfehérváron az önkormányzat megbízásából a városgondnokság adja át az izzott csomagokat azoknak a lakóknak, akik átvételi helyként Székesfehérvárt jelölték meg. Az érvényes pályázatok száma 492 darab volt, és közülük 452-en pályáztak Székesfehérvárról, és további 40 körzeten kívüli lakó jelölte meg Fehérvárt átvételi helyként. A második körben közel 500 pályázat érkezett számukra, mintegy 6000 LED kiosztására kerül sor majd február 19-e és 23-a között. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm azoknak, akik pályáztak. Azt gondolom, hogy ez is jelentősen hozzá tudunk járulni az áramfogyasztás csökkentéséhez, biztonságos elektronikai használathoz. Örülök neki, hogy azért ebben a két évben nagyon sok lakásban tudtunk segíteni, hogy ingyenesen kicseréljék a korábbi energiapazarló égőket, energiatakarékos ledégőkre. A Szájeb Kft. Már leszállította a hatféle ledizzót és az átvételi nyilatkozatokat, amelyet e-mailben is megkaptak az érvényesen pályázók. Ez alapján állítják össze a városgondnokság dolgozói az izzócsomagokat. Közel 6000 égőt fogunk kiosztani a pályázók részére. Az első lépésként ugye megérkeztek az égők, megérkeztek az átvételi elismervények a városgondnoksághoz. Mindenkinek az átvételi elismervény szerint egy egyedi izzócsomagot fogunk összeállítani a rendelkezésre álló hatféle égőből. Ezt a csütörtöki napon 15-én meg fogjuk kezdeni a csomagoknak az összeállítását, és a pályázók az összekészített csomagokért február 19 hétfőtől érkezhetnek. Az izzók átvételére február 19 és 22-e között lesz lehetőség Székesfehérváron, a Szent Vendel utca 17/A alatt a Városgondnokságon. További információk a lecsere@városgondnokság.hu e-mail címen kérhetőek.